Csúcspontjához közelít a Road Movie sorozat, már csak azért is, mert most Magyarország legmagasabb pontjára, a Kékestetőre, tehát 1014 méterre tartok, ott fogok találkozni a Road zenekarral, akik bemutatják nekünk otthonukat, a Mátrát. Először most fölmegyünk a Kékestetői TV-toronyba, és onnan megnézzük föntről ezt a csodálatos régiót, utána pedig egy igazán élménydús erdei kaland vár ránk. Itt jön már. Szevasztok! Na végre! Hello! Azt hittem, hogy jó összköszönés, de hát csak föl kell érnem, szevasz így mindenkivel. Hello! Maga, igen, hát ez gyere, már a padlás, nem? Ez már abszolút a tető. Na, hát akkor elértem. Milyen érzés, gyerekek, Magyarország legmagasabb pontján lakni? Ez volt a téma. Hűvös érzés. Hűvös? Egyébként én is azt jelentem, hogy itt nem is tudom, 5 fokkal biztos, hogy hideg van. Annyi biztos. Lehet, hogy 10 fokkal is? Hát akár. Hozzá kell szokni. És pont ennyi fokkal szoktuk erősebbre főzni a pálinkát. Bizony. Itt fönt, ezért. Így van, egy mátrai pálinka? Arról híres a Mátra? Arról is. Arról is. Fölmegyünk oda a TV-toronyba, az plusz hány méter? 180 a teteje. A teteje, igen. 180. Meddig lehet fölmenni? Hát ilyen hát 120-ig. Nekünk több, mint a felé. Amúgy vagy 40-ig szerintem a... De hogy 100 méterre még fölmegyünk, akkor fölmegyünk most 1114-re. Nézd csak a piros alá. Pirosan. A turisták addig mehetnek az első szín, mi meg fölmegyünk oda. Jó, és akkor föntről megnézzük az egész Mátrát, látni fogjuk? És a Tátrát is. Tátrát is. Ha tiszta az idő egyébként, tényleg. Hát most elég tiszta. Szerintem látni fogjuk a ti otthonotokat is, Domoszlót? Igen. Ha olyan tiszta az idő, akkor simán látni. De megyünk majd oda is. Délután megyünk oda. Jó, akkor először a TV-torony, aztán irány az erdő. Go! Gyertek, fú, hát ezt megérte feljönni, de 17 emeletet jöttünk lifttel, és talán még egy emeletet kellett gyalog ilyen kis fémlétrákon felmásznunk, hogy feljussunk erre a szerviz szintre. Hát ez jól néz ki, ezt köszönöm, ezt az élményt nektek, fiúk. Nincs mi. Hány méteren vagyunk? 180 az egész magasság, és most nem tudom mennyi. 100 plusz, 110, 20, valami ilyesmi. Akkor 1114-en minimum vagyunk. Nagyjából. Körülöttünk, ez a Mátra, nem, ez már több, ez már fél ország. Fél tetején vagyunk. Ország tetején vagyunk. Az ott Domoszló? Az igen. A Domoszlói tó. Igen. Igen. Ott laktok mellette? Mellette ott a falu, és ott igen. És a zenekar is ott alakult? Ott is alakult, és a mai napig ott is tevékenykedik, vagy onnan van a kiindulási pont minden egyes koncertre. Tehát, hogy oda érkezünk, oda indulunk, és mindig a Mátrán keresztül kell jönnünk, bármerről jövünk az országba, a Mátra az mindig a végcél. Itt a helyiek, azért gondolom ezt is becsülik bennetek, hogy nem mentetek, nem költöztetek Pestre, mint nagyon sok zenekar, hanem ti tényleg egy mátrai zenekar vagytok. Itt sokkal jobban ismernek titeket, mint az ország más pontján? Szerintem igen. Hát ide valós a gyerekek vagyunk, és szeretünk is itt élni, és azt gondoljuk, hogy ez a mentalitás vagy habitus, ami jellemző a mátrai emberekre, az úgy bennünk van. Egy kis palóc, egy kis tót. Egy kis palóc, egy kis tót, ezt elemezzük ki, ez mit jelent pontosan? Hát azt majd megtudod, szerintem a nap végére kiderül majd. Ja. A vidéki mentalitás, hogy úgy nőttünk fel, hogy annak, hogy a szüleink régen jól befogtak minket, mit tudom, mezőgazdaságban dolgozni, annak valóban most látjuk a hasznát úgy emberileg. Hát régen, hogy mit, az ekeszarvát, most meg a hasszer! Nagyon érdekes, hogy ebből a nyugiból miért pont rockzenét játszottok? Alapvetően az, hogy a hétvégi nagy pörgések és rohanás és a városi életmódhoz képest, ha haza-haza tévedünk, nyaranként ritkában, ősszel, tavasszal, sűrűbben, nagyon jó beleülni ebbe a kis lassú, csendes folyamba, ami a vidéket jellemzi. Az elmúlt hetek, hónapok történései a világszerte, az nekünk ezt az amúgy is lassú falut még egy picit lassabbá és álmosabbá tette. Tehát tök jó ez a millió. Nagyon hiányzik. Ezek az ellenpontok a koncerten, a megülés, igen, amikor pörgés, a hétségi pörgés után hazajössz, akkor pont jobban és aztán itt megülünk, és kijövünk valamelyik hegyre, válasz egyet biciklivel, és akkor ott szétnézünk, és nincs ebben a világban semmi gond. Menjünk föl, mert még van egy kis létre, és fölmehetünk még 5 méter. A
Lehet, hogy itt maradsz örök életedre. Itt maradok én fönt szerintem egy darabig. Lefelé jobb lesz. Jobb. Nem vagyok őszinte. Ott van egy másik kilátó, az micsoda? Az a Gajetető, az a Felső Mátra. Igen. Az északi rész, északnyugat. Vég a Mátra. Végig, igen. Gyöngyös. Gyöngyös, igen. Az a Mátra kapuja, ugye szoktuk volt mondani. És ott meg elég nagy hegyek vannak, az már a Bükk. Igen, az már a Bükk, már Eger. Jó időben Miskolcig is ellátni. És igen. Akkor erre van a Felvidék? Igen. Hát tulajdonképpen azok tehát a hátsó nagyhegyek, azok már szerintem az már a Felvidék. Igen. Egyébként így, hogy ezeket az erdőket megnézzük, ezeket ti nagyjából már bejártátok gyerekkorotoktól? Hát inkább szerintem a déli részt, a Dél-Mátrát, javarészt. Meg inkább meg az utóbbi az időben, mert gyerekkorunkban ilyen mindig volt egy tisztás, ahol elmentünk osztálykirándulás, ennyi. Igen. De mostanában inkább helyek. Túra meg Bicó. Most már egyre több helyet felfedezünk, de hát hatalmas, nagyon nagy. Most ugye megyünk egy erdei túrára, de ezek nem kerékpárok, azok milyen eszközök? Gokartnak mondják ezeket. Erdei gokart? Erdei. Hát, fúri szerzemény. Fura. Nagy kerekű és csapatunk lefelé a hegyről. Soha nem mentem még ilyen. Ezt hajtani kell, vagy elektromos? A tiéd csak a hajtós, hogy nekünk elektromos. Nem kell, mert ez itt javarészt lefelé fogunk menni. Na kíváncsi vagyok. Akkor menjünk, erdei gokart. Azt a kutya, fire lesz! Na ez a kiinduló pont. Egyébként elképesztő, hogy milyen friss itt a levegő. Én, mint budapesti, tényleg érzem, hogy itt biztos, hogy tízszer jobb a levegő, mint egy nagyvárosban, nem? Hát van abban több a fa. Több a fa, igen, olyan fa. Hát szerintem simán lehet, hogy Magyarországon itt van a legjobb levegő, nem azért van annyi gyógyszanatúri. Azért nézünk ilyen szépen. Mi fog most történni? Most lemegyünk Mátra-Füredre, 7 kilométeres pályán, ugye? Félig épített, félig természetes pálya. Lejöttünk a toronyból, aha, és most megyünk. És lesz lenne egy forrás. Jaj, tényleg, le meg iszunk. Ördögforrásból. Ez az első iható forrás, azt hiszem, ami a leglentebb van. Na azt megnézzük, de le kell jutnunk oda. Ez egyébként egy ilyen kalandosnak tűnik, tehát sisak van rajtunk, tehát azért ez ilyen ez vagányabb dolog. Hát itt ez lehet gyors, ez gyorsan is megy? Hát nem, hogy lehet, kell szerintem. Na akkor üljetek fel, indul a Mátrai Mad Max. Hegyi gokártozás után megszomjaztunk, és jól esik egy kis friss víz, most az ördögforrásnál vagyunk, ahol a hegyből folyik ki a kristálytiszta ásványvíz. Nagyon jó ez a víz. És itt sok ilyen forrás van? Sok. Egyébként közel 500 van a Mátrában, de szerintem ami így ki van alakítva, hogy így lehet inni belőle, az nem olyan sok. De már mi látunk, hogy 8-at, 9-et. Igen, 9-et. Többet már kialakítanak. De úgy közel 500. Mitől ilyen tiszta? Az öregek azt mesélik, hogy egyébként eső leszűri a hegy, maga a igen, föld, megszűrés. Különböző rétegeken keresztül, hogy átjön. Pont szépen igen, átjön, és tök fincsi lesz. Látok, otthon is ilyen víz van? Nem, ettől legyen finomabb. Mi nem vizet iszunk, hanem bort a domoszlón. Wow. Gyere, kóstoljuk meg! De jó, jó a domoszlói bort? A legjobb. Az híres domoszlói bort. Kóstoljuk meg! Jó, menjünk. Úgyse voltunk még az otthonotokban, menjünk akkor domoszlóra. Domoszló az mekkora falu? Pici. Közel 2000 lakosú,
hogy régen 2000 fölött volt, most picit csökkent, mint mindenhol, de megüti a 2000-et alulról. Igen. És akkor ez a közepe? Most vagyunk a közepe. Mondjuk úgy, hogy a közepe, nyelvhol. Igen. Hát a központi rész az mindenképp. Ja, a totem állat, a domozló ilyenek? Hát a címerben benne van ugye a szarvas. Igen, a címer állatunk. Az van rajta? Mutasd meg. Igen, van egy ilyen régi pecsét. Ez mi 1700? 27. 27. Akkor alapították a falut? Nem. Akkor maradtam. Akkor ez a pecsét, ahol itt másoltam, de alapvetően már írásos emlékek sokkal korábbról vannak. Hát most nem akarok ebbe belemenni, hogy mikor, mert belebuknék, de sokkal korábbról vannak írásos emlékek a faluról. Ki az, aki pontosan domoszlói? Így hárman. Ti hárman? Igen. Én nem idevalósi vagyok, én nem idevalósi vagyok. Sopor. Látom a hajadon, hogy te nem vagy domoszlói. Felénk úgy mondják, hogy gyütmen. Gyütmen? Igen. Uh-huh. De akkor te hol valósi én vagy? Én 3 kilométerre lakom Kisnánán. Hát akkor az a szomszéd falu. Igen. Mikor alapították a zenekar? Hát 2004-től állt lábra ez a zenekar. Előtt egyébként pont 10 évvel kezdtünk egy garázsban. Hát akkor mindenki össze-vissza. Így össze-vissza. 2004-ben jelennek az első nagy lemezünk, onnan számoljuk. Hogy lettetek ti rockerek? Tehát itt el tudom képzelni, hogy azért itt ebben a faluban most sincs sok rocker, hát így beszivárogtak a kazettánk azért 90-es évek szerettük, elején. Szerettük, akartuk, csináltuk, és ez lett. Tehát nem volt ez egy megalapozott menetrend szerint elkészült, PR-gépezettel megtámogatott. Ez így jött, csináltuk, és elindult, és működött, és itt vagyunk. A szülők például támogattak titeket? Tehát nem volt abban gond, hogy fejezd már a gitározást, mennyi ülj fel a traktorra, hát dolgozzál. Igen, így ez volt. Úgy ment, hogy a mezőgazdaságból élt, ugye, mint a legtöbb család vidéken, nálunk is ez volt, és hogyha ott végül is teljesítettünk, akkor előtte, utána, hát volt, én a málnaszedés előtt hajnalban volt, hogy felkeltem gitározni, mert kaptam kölcsön egy akusztikus gitárt, és akkor 6 óra előtt pengettem egy kicsit málnaszedés, utána megint. Emlékszem, Imi vett egy új erősítőt. Az éveken keresztül azt kellett mondani az anyukájáiknek, hogy az enyém. Igen, az az összes forrót pénzre megtudták, hogy arra költöttem minden pénzt, akkor lett, hogy nem örültek, de most megtudják legalább. Igen. Körbevisztek itt domoszlom? Megmutatjátok, hogy mit érdemes még megnézni? Gyorsan fogunk végezni, de igen, körbevisztek. Előtte ígyünk meg egy bort. Kezdjünk a pincóhétel. De ott néztünk valami tavat föntről, azt muszáj megnézni. Igen, de föntről megnézzük lentről. Kóstoljunk meg valami borocskát. Az jó, én egyáltalán nem hiszem, de kóstoljunk, jó. Hello, Tomi! Ciao! Hello! Igen. Hello! Ó, milyen jó hangulat van itt! Hol vagyunk most? Ez melyik borászat? Domoszlóban, a Bánszki pincében vagytok. Hát, mégis ez egy családi vállalkozás. És gyerekkoratoktól ismeritek egymást? Abszolút. Tehát az apukája, ő még a zenekar kezdetének az elején segített nekünk. Például itt forgattuk az első videóklippet. Neki, igen, mert a borászat. Igen, neki volt egy Ford Transitja, talán még mindig megvan, azzal jártunk el koncertekre. Tehát, hogy régi a kapcsolat, meg hát régi a kapcsolat és jó a bor. Tehát, hogy ennyi. Ja, megkóstoljuk? Hogy jön itt a bor? Lopóval? Lopóval is. Klasszik módszer. Ez milyen bor most? Köszi. Ez egy küvé, egy vörös küvé, többféle borházasításából készült. Nagy része Cabernet Sauvignon, Merlot, kék frankos, és még sok más fajta. Gyerekek, egészségetekre! Zsuzsuka, hogy mondják itt márthai nyelven, hogy éljen a rockzenekar. Csincsillag. Úgy mondják. Egészség. 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 Pohár bor mellett legalább jól meg lehet beszélni, hogy mi mindent akartatok ebbe a dalba belesűríteni. Tulajdonképpen régóta éred bennünk már ez a dal, azt kell mondjam. Az apropóját az adta, hogy a jövő évre tervezünk mi nagy lemezt, és formálódott bennünk ez a fajta üzenet, mint mondottam régóta, hogy a Mátrát, a mi kis közvetlen hazánkat egy picikét jobban bemutassuk. Abból a, ha lehet azt mondani, romantikusabb szemszögből, ahogy mi ezt megéljük. Itt születtünk, itt halunk meg, ez a dalban is előkerül. Azért én beszélek, mert én írtam a dalszöveget, tehát a zene az közös nálunk mindenkor. A dalszövegeket én követem el, és
az a fajta életérzés, ami megjelenik a dalban, azt szerintem hülyen tükrözi azt, hogy mit érzünk, hogyan élünk mi itt a Mátrában gyerekkorunk óta. És mostanában, hogy kicsikét több időnk volt túrázni, biciklizni, erdőt járni ugye az elmúlt hónapokban, azt gondolom ez kicsikét kisnyílt, fel is erősödött bennünk ez a dolog, és megszületett a dal. De ez nem egy zúzós rocknóta, tehát úgy tűnik, hogy a saját kis szűk hazátokról azért érzelmesebben beszéltek. Sokszor ugye a zene születik meg először, nem? És pontosan. Ugye a zene hangulatához ugye ír Máté szöveget, de most valahogy tudtuk, ez úgy készült ez a dal, hogy igen, de benne volt az, hogy nagyjából ez lesz a téma, és akkor nem arra mentünk rá, hogy döngölős riffek, hanem inkább ez, ami lett. Mi a refrén szövege pontosan? Nézd szét! A föld és az ég itt kezdődik el, ezt látnotok kell innen fentről, erről a helyről, mennyire más az egész világ, mennyire szép. Ez az alapélmény, hogy itt hegyek vannak, mm-hmm. és a hegyek azok azért eléggé meghatározzák. Mi mindig, ahogy tetszik, mi mindig fönt vagyunk, és mindig szétnézünk, és ha szépnek látjuk azt a világot, ahol mi élünk, ezt a csendes, lassú kis falut. Hogy ti végül is itt maradtatok, hogy itt éltek Domoszlón? Hát egy zenekar, amikor befut, akkor így vagy úgy, de vagy mindig Budapestre költöznek. Inkább az elején volt ez gond, amikor mi kezdtünk, ugye ez 2004 előtt volt, ugye, mert a lemezünk jelent meg az első 2001-ben, azért vagyunk 15 évesek, most már 16. Tehát akkor még ez az internet és Budapest, ez kicsit ilyen nyögvenyelősebb volt. Ma már egyébként autópályán 56 perc alatt Budapesten vagyunk, e-mailen történnek azok a dolgok, amiket régen személyes találkozók kellettek. Tehát, meg hát most, hogy pont mondtad, hogy megteheted, akkor is ide költöznénk, szerintem inkább onnan. Inkább, soha nem vágytunk el. Inkább úgy éljük ezt meg, hogy előny, mint sem hátrány a fővárostól való távolság. Tehát az, hogy a koncertek után a pörgős, zúzós, hangos, fejenforgós hétvégék után hazajövünk ebbe a csöndes, nyugodt millióbe, otthonra, Ez inkább inspirál és feltölt bennünket. De ott a tévétorony, ott voltunk? Igen, így van. Fent. És onnan láttuk ezt a tavat. Mi a pontos neve a tónak? Domosztói horgászló. Horgásztó. Horgásztó. De akkor ez horgásztó, nem lehet fürödni, csónakázni. Nem, most már csak sporthorgásztó. A tó szerepel a klipben? Igen. És itt... miért pont ezt választottátok? Igazából ez tartozik a faluhoz, tehát hogy ez van legközelebb hozzánk, domoszlói horgásztó, tehát hogy ez tartozik a faluhoz, úgyhogy ezért szoktunk ide járni, meg ezért használtuk most. Ja, csak azért gondoltam, hogy biztos azért választottatok, mert nagy horgászok vagytok. Hát ő a nagy horgászok. Csak én. Csak Erik horgászik. Én pecázok a zenekarból. Egyszer járok máshova is, de egy évben háromszor itt lejövünk, és akkor kis főzés, egy kis pihi, olyan csend van itt, hogy az, ami elképesztő. Gyönyörű a kilátás a Mátrára, nem zavar senki. Ha akarsz főzöl, ha akarsz nyársasz, grillezel, horgászol. Még néha halat is szoktam fogni. Köszönöm ezt a napot, ez nagyon jó volt. Mi is. Jó kis kalantúra volt a Mátrában, meg egyáltalán nagyon, nagyon szép helyeken voltunk. Nagyon jó nap volt. Mi is élveztük, jó. Gyere még hozzánk, aztán főzünk. Jövök szerintem majd a családdal, meg a gyerekekkel, mert ez annyira jó rész, tehát annyi mindent lehet csinálni, hogy muszáj ide jönni többször. Szerintem most belekomponálom a Mátrát, ez így szerintem masszív lesz. Jelenleg Magyarország egyik legjobb videoklippes csapata, akikkel dolgozunk. Szerencsére régi a kapcsolat, működik a kémia, nagyon nagy elborulások vannak fejbe, ami nekünk tök jó, tehát nagyon inspirálóak a fiúk, számunkra is. Valószínű, hogy ezért is kedvelnek minket a zenekarok, mert mi magunk is zenélünk, és
Egy forgatás alatt nagyon sokszor segít az, hogy ilyen félszavakból is értjük egymást. Mesterlevész most veszük fel? A mesterlevész most veszük fel, úgyhogy mindenki, háromra mindenki vesztelen. Tudjuk mi a ritmus, tudjuk mi a pergő, tudjuk mi a tak, azért az úgy nagyon sokat számít. Meg hát egyébként őrültséggel nekik sem kell a szomszédba menni. Tehát hogyha megnézitek, hogy a Mátrában éppen mit csinálnak, így ugye vadozgatnak, harlizgatnak, bicajozgatnak. Most már tudom, mit imádnak ebben a kutyák annyira! A mi őrültségünk meg gyakorlatilag szerintem abszolút pozitív mederbe tereli az egész kreatív folyamatot, hiszen enélkül azt hiszem, hogy nem születnének olyan felvételek, mint amilyenek nálunk születnek. És már úgy hiányzik, hogy a hegyen. Nagyon jó! Ez a klipnek a sajátossága, hogy mind a négy tag más kontextusban jelenik meg a Mátrát illetően, és mindenkivel külön napokat forgattunk. Persze úgy, hogy mindenki jelen volt, és mondjuk mikor az Iminek volt a túrázós jelenet a Mátrában, akkor nálam is ott volt a bringa, meg az akkori ruhám, és akkor, hogyha láttak egy olyan helyet, ami bebiciklizhető, akkor én rámentem. Megpróbáltunk egy olyan koncepciót álmodni, ami valóban testhez álló nekik, mint ahogy már szó volt róla, hogy Máté tényleg fölmegy bicajozni, hogy Imi tényleg pecázi. Valódi mátrai gyerekek, tehát hogy nincs végül is megjátszás benne, hanem... Hanem ők tényleg ezt csinálják. Idáig 4 napot forgattunk velük, ez az 5. de igazából még szeretnénk egy jó pár napot. Mi azok az arcok vagyunk, akik abszolút a projektet helyezik gyakorlatilag mindennek felett, emellett még milliónyi dolgot csinálunk, de azok vagyunk, akik addig csinálják, amíg meg nincsenek ezzel elégedve. 3, 2, 1, és... Jártunk olyan helyeken, meg felfedeztünk, vagy inkább újra felfedeztünk olyan helyszíneket a Mátrában, amelyeket úgy meg tudunk mutatni, majd egy videoklipben, amire egyrészt más is felkapja a fejét, illetve más is kedvet kap ahhoz, hogy ellátogasson ide a Mátrába, annyi szép hely van. Szaladjuk fel a hegytetőre, ez mint egy fél órás kis túra lesz, abban az esetben, hogyha Viktorék nem jönnének, de így, hogy meg kell állni, gyakorlatilag 100 méterenként forgatni, így másfél óra lesz, mire feljutunk a hegytetőre. De megéri a látvány, garantáltam. A dal, hogy megfigyelitek, elég ilyen western stílusú, tehát hogy van benne fütyülés, kis gitárszóló, kis Ennio Morricone szerűségek, és hát az egésznek úgy adja a hangulatát, hogy van itt egy puszta, meg van itt egy hegy, és a kettőt, hogyha összerakod, akkor megkapod azt a feelinget, amit gyakorlatilag egy Harley Davidsonon, vagy egy bicajon, vagy néhány sétapálcával is úgy meg lehet élni. Tehát, hogy óriási vadon ez az egész hely. Úgyhogy úgy gondolom, hogy alapvetően ez volt, hogy így a vadont megismerni, a vad Mátrát, ahogyan ez így ide teremtődött, amilyen klíma van itt, amilyen különlegességek, és egyébként tényleg különleges. Picit sokszor ilyen ad-hoc jelleggel történnek ezek a dolgok, de ezek abszolút a projekt érdekében történnek, hiszen valószínű, hogy abba tudunk bele szeretni, amit abban a pillanatban látunk. Így van. Úgyhogy nagyon sokszor maga a koncepció megvan a fejünkben, de az, hogy mit fogunk csinálni pontosan az élet azt a helyszín fogja adni. Azt találták ki a srácok, hogy legyen itt egy ilyen záró akkordja az egész mozinak, hogy egy ilyen baráti családi összejövetel, és hát adta magát a dolog, hogy ide akkor tulajdonképpen a közeli hozzátartozóink, a családtagjaink, gyerekeink is lejönnek és beszállnak ebbe az utolsó néhány másodpercbe.
Soha semmit meg nem bántam, csak tudod régen volt, és már úgy hiányzik, hogy a hegyeimet újra lássam. Erdők, mezők, folyók, partok, színes házak, nyitott ablakok, annyi csodát láttam már a világban. Egyet végre most én mutatok. Nézd szét a föld és az ég, itt kezdődik el, látnotok kell. Erről a helyről, innen fentről, mennyire más az egész világ. És ha keresnéd a lelkem, ott megtalálod, ahol a hegyeket látod. Körben a kék meg a zöld óriások, én mindig itt voltam otthon. Vágyom, hogy némán átöleljenek, és hagyom, hogy mindegyik megcsókoljon, úgysem marad a végén nekem más, csak ezek itt, ezek a nagy hegyek. Én itt születtem, itt halok meg, boldog voltam, boldog leszek. Nézd szét a föld és az ég, itt kezdődik el, látnotok kell. Erről a helyről, innen fentről, mennyire más az egész világ. És ha keresnéd a lelkem, ott megtalálod, ahol a hegyeket látod. Föld és az ég, itt kezdődik el, látnotok kell. Erről a helyről, innen fentről, mennyire más az egész világ. Mennyire szép a föld és az ég, itt kezdődik el, látnotok kell. Erről a helyről, innen fentről, mennyire más az egész világ. És ha keresnéd